Sziasztok, hallottuk a Fugger Frici felhívását. Ide érkezik a délvidéki média találkozójára Erdélyben, Marosvidékre, Marosvásárhelyre, hogy segítsen elindítani az ilyen kis blogger stúdiónkat igazából. Média platformunkat, jó, köszönöm szépen az operatőr úrnak. Várunk mindenkit szeretettel, mert úgy gondoljuk, hogy közös erővel, Fricivel és velünk egy vagány dolgot tudunk összehozni, és nagyon jó témákat tudunk majd kielemezni és kivesézni természetesen. Alakul. Alakul a Garázs Stúdiós erdélyi, délvidéki, szabad magyar bloggerek közössége. És egyre többen érdeklődnek, én pedig, ahogy ígértem, márciustól elindulok, és mindenhova elmegyek, ahova hívtok, hogy segítsek bemutatni, beindítani nektek a blogger bizniszeteket. Ekközben többen kérdeztetek más témában mindenféle dolgokat, és most megpróbálok válaszolni, reagálni röviden nektek. Először a dilemmámat szeretném megosztani veletek. Tehát, hogy vannak-e nektek igazi kérdéseitek? Vagy csak féltek valamitől, vagy valakiktől, esetleg az élettől, vagy az elmúlástól? Voltak olyan kérdések, hogy meg lehet-e élni ilyen szabadúszós, botcsinálta filmeskedésekből, illetve hogy a fenébe létezek én még, hogyha nincs egy rendes állásom? A kérdés jó. Most engem gyerekkoromban nagyon megfogott Franco Zeffirellinek az egyik filmje, Assisi Szent Ferenc életéről. És valahol már gyerekként mertem a saját utamat járni, mertem már akkor hibázni, és mindig az volt a furcsa tapasztalatom, hogy ha járom a saját utamat, akkor van egy erő, amely mindig megvéd engem. Akármilyen brutális, fizikai, erőszakos, agressziós helyzetekben is. És a mai napig is sokan kinevetnek engem, gúnyosan címkézik szerint személyem, a hátam mögött is, sokszor a fülembe jut ez is, és néha elképesztő dolgokat csiripelnek rólam, vagy jogosan néha ki is oktatnak, viszont én azt tanultam ebben a furcsa világban, hogy a lúzereket, mint én, szépen berakják a süllyesztőbe is, és akkor ennyi. De nálam nem ez történt. Ugyanis a mai napig elég sok ember figyeli, hogy mit csinálok. Köztük proletárok, igazi polgárok, gyászpolgárok, miniszterek, egyházi vezetők, stb. Engem, a jó modárt, a bolond művészt figyelnek. De vajon miért? És a válasz számomra igencsak egyszerű, mert szerintem én a saját utamat járom, és valahogy úgy jöttem erre a világra, legalábbis én ezt így érzem, legalábbis mások mondják, nem én, hogy nagy a szívem. Miközben sok embert megbántottam, de lehet, hogy csak egy tükör vagyok nekik, és magukat bántják egy bizonyos kép alapján, és ezért is szeretik összetörni azt a bizonyos tükröt, vagy legalábbis szeretnék megpróbálni. Szóval, hogy is élek én? Hát úgy, mint Assisi Szent Ferenc is beszélt például a madarakról. És mi érdekes, hogy a vezetéknevem madár. Fogel. Úgyhogy a saját nyomorúságomon bizonyos szellemi képek, minőségek segítik a napi túlélésemet. Úgyhogy hát kb. Ez lenne a válaszom erre a kérdésre. Azt is kérdezitek, hogy hogyan kezelem az internetes kritikákat, a trollokat, a támadásokat. Sok évvel ezelőtt, amikor elkezdtem filmezni, az elején elég nehezen kezeltem én is a szokásos csapdákba beleesve ezeket a dolgokat, aztán rájöttem arra, hogy a legkitartóbb trollokat meghívom egy sörre, vagy egy teára, épp ahol vagyok, és erre legtöbbször pánikszerűen eltűnnek ezek a trollok. De volt olyan is, aki eljött is, kedves találkozások is történtek. Tehát kedves kérdezőim, csalogassátok ki az ellenségeiteket a napfényre is, lehet, hogy érdekes élményekben is lesz részetek. Többen kérdezték, hogy mi a véleményem erről a mostani magyarországi politikai helyzetről. Én ide születtem, és szeretem ezt az országot, és szeretem az embereket.
de valahol jobban kötődök Erdélyhez, mert a szüleim és az őseim onnan valók, és most nekem ott van a feladat. Több mint 2 évtizedet jártam a planétát, aztán most hazahoztam, amit összegyűjtöttem a tarisznyámba, és én tényleg nagyon drukkolok az itteni embereknek, akiket szeretek, és azoknak is drukkolok, akiket nem annyira, az ellenségeimnek is. És igen, hogy ők is tanuljanak és fejlődhessenek. Én olyan helyzetben nőttem fel, hogy Csóri Sándor, Szervácius Sütő, aztán a magyarországi kulturális vagy politikai elit bizonyos embereihez is közel kerültem annó, és sok mindent láttam már fiatal fejjel. De most jobban látok. És picit talán tisztában is, úgyhogy nagyon drukkolok, hogy akik az első vonalban harcolnak, bár ők is emberből vannak, tehát hogy bírják, tegyék a dolgukat, és mivel, hogy egy csónakba nevezünk, felismerhessük az igazi ellenségeinket, akiket bizony néha ki kellene hajítani a nyílt tengeren a vihar közben. De most visszakérdezek felétek, hogy a ti világotokban, ahol ti vagytok, most a családfők, vagy a szeretők, a vállalkozók, esetleg a tanárok, munkások, nálatok mi a helyzet? Nálatok is lemondanak néha? Visszalépnek? Vagy esetleg elárulják egymást az emberek nálatok? A ti oldalatokon is mennek ezek a fúrások, faragások? Vagy nálatok is kivégzik egymást verbálisan, anyagilag, karrierversenyek közben az emberek? Mert ha igen, akkor ugyanaz a helyzet, mint amit kint látok a saját köreiteken kívül. Mert ezt mondta anna az egyiptomi Hermes Trismegistos, volt az, aki a mikrokozmosz és a makrokozmoszról beszélt, vagy Hamvas, és még sokan mások. Mert szerintem, ha az ember odafigyel, akkor láthat, megláthat bizonyos dolgokat, mozgásokat, és egészséges gondolkodással valamire rá is jöhet. De először is szerintem hiányzik a tudás. Hiányzik a tudás ahhoz, hogy lássunk. Mert amit levetítenek a szemünk előtt most, az kb. Olyan, mintha vak vezetne világtalant. Sodorják az embereket a különböző érzelmi galaxisokba, és lefoglalják őket a nagy zajjal. Mint most. Ahogy látom, igaz útmutatásokat nem adnak senkinek, de magyarázat persze mindenre van, minden irányból, miközben nem elégít ki senkit a vetítőből sugárzó hamis híradók. És eközben a zajszint igencsak magas és primitív. De a beavatottak, a főszereplők sosem beszélnek kifelé, hogy a pornép megértse az igazságot. És ez mindig így megy. Tehát ha becsületes az ember önmaga felé, akkor azt kell, hogy mondja, nem tudja, hogy mi történik vele, velünk most éppen ebben az adott helyzetben sem. És ami a legrosszabb az, hogy amikor a nagyokosok, a spiriguruk, a világmegváltó szekták, a hídgyűlisek, antrósok, stb. Beveszik a saját gyártású piruláikat, és akkor a dózis hat, megnyugodnak valamennyire az ön leszedállással. És lám-lám, az üdítően magas színvonalon tolt, ultrahangos hírcsapatba kapaszkodnak görcsösen nézők százezrei, valamennyire kielégítve egy régi nagy tartozását a közszolgálati média gyenge szereplésének. Ez is a dologhoz hozzátartozik nagyon szorosan. De csak ideig, óráig tart ez a tüneti kezelés, mert a legtöbben bégető bárányok módjára lépkednek ugyanazon a pallon, farkas kiáltva sikoltoznak, miközben ők maguk a farkasok segítői, asszisztálói. Na kérem, ez az igazi okkult hatalmi művészet, legalábbis szerintem. Erről a dilemmáról már Druszám, Karinti Frici is írt egy novellát, melyet Bogár Lacibá szokott reklámozni a saját YouTube csatornáján. Mert igen, Lacibá is YouTuber lett pár éve, ugyanis bátran kihasználja modern technikát, az ellenségeink fegyvereit, és ezt a gondolkodás és az edukáció elősegítésére fordítja. Na, túl sokat beszélek rébuszokban? Meg lehet. Akkor egy picit konkrétabban most. Az a rossz hírem van, hogy a titkos nyelvet csak akkor értheti meg az ember, amit a szemünk előtt tolnak évszázadok óta folyamatosan,
ha megtanuljuk azt a bizonyos nyelvet, amit hát sehol sem fognak tanítani nekünk, semmilyen ország, semmilyen edukációs szisztémájában. Ez Hódziher. És ezt a nyelvet legjobban manapság a művészek értik, és mielőtt még kedves nézőimnek elmenne a kedve, és elkapcsolnának gyorsan egy másik csatornára, ezúton jelzem tisztelettel, hogy például Joseph Beuys és mások is már sokszor elmondták, hogy minden ember művész. És bizony még a penge elméjű embereknek is az intellektuális zsákutcájából ennek a magasabb nyelvnek a megtanulása jelenthetné a kiutat. Szerintem. Mert a magamfajta beszéli ezt a nyelvet már egy bizonyos szinten, és például a TEDx előadásokon az USA-ban is szó volt már erről néha napján, amit például pár évvel ezelőtt egy írónő is előadott, meg lehet googlizni. És ha már Assisi Szent Ferenccel indítottam, akkor most gyorsan Pilinszkivel zárnék, aki mit is mondott a művészekről? Minden igaz művész legalább négy ember. Egy lángész, egy ostoba folyankó, egy szent, és egy szerencsétlen börtöntöltelék, drámai megtestesítője. Minden jót! Fogel Frigyes voltam, egy szabadfilmes. Sziasztok!